A város felhívására már több javaslat is érkezett a különféle szervezetektől, hogy hogyan lehetne méltón emléket állítani az életének 79. évében elhunyt dr. Ringelhan Györgynek. Az Egri Fertájmesteri Testület ötlete szerint a Bárány, illetve a Bicskei úszoda előtti utcát kellene átnevezni. Előbbihez, mint úszó és vízilabdázó, utóbbihoz pedig, mint a megvalósítást elindító polgármester fűződik a neve. Várkonyi György, az Egri Fertájmesteri Testület főkapitánya a Bicskei úszoda előtt a témában tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: igazán nem illik Ringelhan Györgyhöz a város más részéből választani egy területet. Én azt hiszem, hogy ő olyan emblematikus úszó, sportember volt, emellett kiváló gyermekorvos, fertájmester, kiérdemült fertájmester, és egy végtelenül kedves, barátságos, mindenkit szerető, a kiegyenlítésre, a kiegyezésre törekvő ember volt, aki óriási dolgokat tett Egerért. Mi a legméltóbb hozzá, hogyha miről nevezzük el ezt az utcát, ha róla nevezzük el az utca előtti szakaszt? A térképeken látható, hogy lakóövezetet ez az átnevezés nem érintene, így sokkal könnyebb mindezt kivitelezni. A javaslat a környező utcák elnevezésére is kiterjed. A reumatológus dr. Agyagási Dezsőről neveznék el a jelenlegi Fürdő utcát, ami a Törökfürdő és a kórház reumatológiai osztálya gyógyfürdője előtt található. A Frank Tivadar utca pedig csak a két úszoda közötti térrészt jelenteni, ez egyébként itt az eredeti állapot visszaállítása lenne. Amennyiben befogadják a javaslatot, és mindez átmegy a bizottsági szakaszon, úgy már akár a július végi városi közgyűlésen dönthet erről a testület.